Világjárvánnyá nyilvánította a COVID-19 koronavírus fertőzést az Egészségügyi Világszervezet. A járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról dr. Molnár Géza epidemiológus tájékoztatta híradónkat. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Az Egészségügyi Világszervezet világjárványá nyilvánította a Kínából indult gyors terjedési koronavírust, miután az utóbbi időben a Kínán kívül észlelt fertőzések száma a 13-szorosára emelkedett. Ez gyakorlatilag akkor jelentik be, mikor három kontinensen egy ugyanazon időben az úgynevezett közösségi járvány jelentkezik. Ez most már megvan. Ázsia, Európa, Észak-Amerika és más államok is, többek között Ausztrália is, de ez teljesíti a meghatározását, hogy mit jelent a pandémia. Az emberiség arra van ítélve, hogy együtt éljen a mikroorganizmusokkal, fertőző kortani gombákkal, mondta el a szakember. A koronavírus az embert csak akkor tudja megfertőzni, ha a szervezetben megvan a számára szükséges receptorsejt. Felfokozott hangulatra, illetve álhírek terjesztésére, a pánikkeltésre semmi ok nincsen, tette hozzá az epidemiológus. Gyakorlatilag egy légúti vírusos fertőzésről van szó, aminek pillanatnyilag valamivel magasabb az elhalálozása, sajnos az elhalálozási rátája, mint egy közönséges influenza esetében, viszont ugyanúgy, ahogy az influenza és a 2009-es influenza járvány, ami szintén világjárványnak volt deklarálva, volt, elmúlt és átalakult. Molnár Géza szerint a koronavírus állati eredetű vírus, amelynek kifutási ideje általában 3-6 hétig terjed, amikor a járvány tetőzik és nem befolyásolja a hőmérséklet növekedése. Erre bizonyítékként Kínát hozta fel, ahol megfelelő intézkedésekkel és egészségügyi eljárással mostanra egyre jobban csökken a fertőzöttek száma. Egészségügyi szempontból pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfontosabb, hogy a kis számú, intenzív ellátásra szoruló beteg megfelelő kezelésben részesüljön, illetve hogy megakadályozzuk a vírus közösségi terjesztését.